Reggel 6 óra van, kb. Másfél órája várok Harryre, hogy ideérjen. Szerintem visszaadott. Kezdjük el az LT vlogot? Tettünk egy gyors kitérőt Sopronba, ugyanis nekem még el kell hoznom a cuccaimat, mert nem is mondtam nektek, hogy snowboardozni megyünk. Hány métert állítod arrébb az ülést? Gatya, kabát, sisak, kesztyű, kész, ennyi. Uram, kérem hajtson Schladming felé. Go, 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 go! Harry? Mondja. Rossz oldalát. Nem. Itt tölteni kell. Ugye a másikon tankolt? Aha. Ja. Jelenleg Schladmingba tartunk, ez körülbelül egy olyan Soprontól egy olyan 3-3 és fél óra út vár most ránk. Még gyors megtankolunk, és utána ma még biztos, hogy nem fogunk snowboardozni, mert szerintem ilyen 2-3 körül fogunk odaérni. Úgyhogy nem biztos, hogy megéri most még bérletet venni a mai napra. Viszont elfoglaljuk majd a szállást, és holnap csúszunk egyet. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy van-e hó, meg hogyha van hó, akkor milyen hó van. De én már nagyon várom, én nekem nagyon volt kedvem jönni egyébként, úgyhogy... Lemossam, gazdám! Menjünk! Pedig én kint láttam magam az ablakon. Mondtam. Gyertek, megérkeztünk a szállásra. Gyorsan elfoglaljuk, és megmutatom, hogy milyen szobánk van. És mai napot, amint mondtam, biztos, hogy itt fogjuk tölteni, mert már nem műnk síjelni, úgyhogy go-go-go. Ja, és én most tudom szikárni egy tisztára szervírni. Ja, és hier ungefähr eine Stunde entfernt auf der Gletscher. Nagyon-nagyon szép kis helyen vagyunk. Háttérben egyébként hát most pont nem látjátok, mert a nap kiégeti. Ott van egy hatalmas nagy gletszer a háttérben. Illetve a szobánk rögtön erre a hatalmas nagy hegy omlásra néz. Teker, tesóm, teker! Úgyhogy a következő két napot itt fogjuk eltölteni. Megkérdeztük egyébként, nyitva van, van olyan sípály, ami nyitva van, viszont holnap reggel egyébként havazást is mond, de nézzük még egy kicsit körbe, hát ha találunk itt valami érdekeset még itt a környéken. Rájöttem, hogy soha nem tudok beszélni, hogyha feljövök a víz alól. Egy nagyon-nagyon új helyen lehetünk, ugyanis az egész szállás olyan, mintha most nemrég épült volna. Sajnos mögöttem a hegyek már eltűntek, azt nem hiszem, hogy most látni fogjátok már. De hát a sziluettet még talán igen, de kicsit kihasználjuk még most ezt a helyszínt. És utána... Gyertek, mutatok még valamit. Hú, de horrorisztikusan néz ki, lehet megvan az indexkép. Szerencsésnek mondhatom magamat, hogy kimondottan sok helyen jártam már, de életemben idáig egyszer találkoztam ilyennel, és itt is van, és az egy fotocellás... Egy fotocellás medencajtól, aminek nem tudom, mi az értelme, de... Ez mi? Nem szabad úszni? Egy medencében? Jó, kedvenc videósom. Remélem soha nem fogja abba hagyni. Srácok, nagyjából ennyi volt a mai nap. Találkozunk holnap.
kicsit sincs megjátszva. Szép jó reggelt, srácok! Amint ígértem, ma elmegyünk snowboardozni, úgyhogy induljunk is. Sokat agyaltam rajta, hogy vegyek-e idén egy snowboardot, de nem tudom egyszerűen eldönteni, mert hogyha nem megyek eleget síelni, vagy ebben az esetben snowboardozni az évben, akkor nagyon-nagyon sok év alatt jutok el ahhoz a ponthoz, hogy megérje, úgyhogy béreltünk most síléceket, illetve snowboardokat, elmegyünk a felvonóhoz, és utána hát nem marad sok időnk síelni, ma kicsit ellazsáltuk a délelőttet, de biztos, hogy csúszunk egy picit. Időközben egyébként kisütött a nap is, úgyhogy... Egy dolgot tudnatok kell, srácok, hogy síelésnél és snowboardozásnál rettentő nehéz vlogolni, úgyhogy nem tudom, hogy ezek most itt hogyan lesznek összerakva itt a dolgok, de felmegyünk a hegyre. Fújó egyébként, mert november 20 nem tudom hányadika van, és abszolút nincsen még szezon, szóval üresek a pályák, szerintem Henryvel mi vagyunk talán most az egyetlenek, akik síelni, illetve snowboardozni jöttek, úgyhogy nagyon-nagyon jó. Illetve a hó se annyira vészes. Nyilván plusz 6 fok van kint, szóval ez nyilván műhó, de abszolút szerintem tökre rendben van. Yeah! Kiülök a szélébe, meg te is a szélébe. Jó. Izgulsz? Aha. Jézusom. Amint tudjátok, Henrynek tériszonya van, én nekem... Miért áll meg? Miért megyünk egyen? Mert lassít. Amint tudjátok, Henrynek tériszonya van, nekem... Nem, néha nekem is van, fura, mert látom a létrákon van, amik nem nagyon értek, hogy miért, de én körülbelül 6 éves koromban kezdtem el síelni, és azóta szinte minden évben voltam, úgyhogy én kimondottan hozzá vagyok szokva ehhez. Van egy kis probléma, ugyanis a mögöttem lévő sífelvonóval az előbb felmentem, és most közölték, hogy igazából tönkre ment, szóval ez egy tök jó hír volt, úgyhogy most itt ragadtunk lenne a völgyben, úgyhogy fel kell sétálnunk vissza a másik sífelvonóhoz, és hát lassan majd indulunk haza. De egyébként az tényleg jó volt, hogy nagyon kevesen vannak, a hó viszont, amit lent mondtam, az nem úgy van, a hó az eléggé, még nem. Kösz! Tessék! Ottan találkozunk! Tegnap ebben a parkolóban egyetlen egy autó sem állt. Holnap kora reggel fogunk visszaindulni Budapestre, úgyhogy még kihasználjuk egy kicsit a szállásnak a lehetőségeit. Szerintem ez a mikrofon az rettentő ferdén van, úgyhogy recsegtem a kobocsi. Kihasználjuk a szállásnak a lehetőségeit, és vacsorázunk egyet, aztán irány vissza. Elfáradtam egyébként, a combjaim fájnak, pedig nem snowboardoztam túl sokat ma, de elfáradtam. Te? Mit csinálsz? Ha elszámolsz németül 10-ig. Igen. Meghívsz egy hamburgerre. Az annyira nem nehéz. 20-ig. Jó, legyen. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stockwerk. 1, 10. Nem.
Hát, nem megúsztam egy hamburgert. Transition, otthon találkozunk, nézzétek, elhúzom és otthon leszünk! Na srácok, most, hogy Ausztriából egész végén vezettem haza. Milyen vagy, basz? Kiköszönök a vlogból. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, hogyha teszed, akkor szerezzétek egy like formájában, és ha még nem vagytok feliratkozva, iratkozzatok fel. Jövő héten találkozunk, valamit egyébként jövő héten a nappalimmal akarok kezdeni. Abból adhatsz. Jövő héten egyébként valamit a nappalimmal szeretnék kezdeni, mert meglátom, hogy pontosan mi. De amióta Pest állapon nem nagyon sikerült fullosan, teljesen berendezni, úgyhogy majd valami undorítóan eszel. Úgyhogy majd valamit azzal fogunk csinálni. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. Sziasztok. Szívesen.